A Brexit és a koronavírus járvány óta az első választásokat tartják Nagy-Britanniában csütörtökön, Skóciában és Walesben parlamentit, Angliában helyhatóságit. A skóciai parlamenti szavazás legnagyobb tétje az, hogy a kormányzó függetlenségre törekvő skót nemzeti párt milyen eredményt ér el. Ha a jelentős parlamenti többséggel alakíthatna ismét kormányt, az nagy valószínűséggel komoly lendületet adna az újabb függetlenségi népszavazás előkészítésének, végső soron akár az Egyesült Királyság felbomlásának is. Hasonlóan nagy érdeklődés kíséri a londoni polgármester választást. A legfrissebb felmérések szerint a munkáspártot képviselő regnáló polgármester, a második mandátumáért induló Sadiq Khan fölényes győzelme várható a fővárosban. Kormánypárti kihívója, a konzervatív Sean Bailey másfél éve tartó kampányában nem tudott széles rétegeket megszólítani. Megnyilvánulásai a londoniak többségében inkább visszatetszést keltettek. A választások Boris Johnson miniszterelnök és kormányának minősítése is egyben. A szavazók voksukkal minden bizonnyal véleményt formálnak a járványkezelés és az oltási program hatékonyságáról is. Tehát a tét a helyi érdekeken túlmutató, akár a brit kormányfő pozícióját is megrengetheti. Vasárnap előtt nem várható teljes eredménykörkép. Helyi tudósítónk arról beszél, hogy a 2019-es a konzervatívok és Boris Johnson fölényes győzelmét hozó általános választások óta először jelezhetik a britek, hogyan is érzik magukat. Kifejezhetik, miként élik meg a Brexitet, hogyan látják a járványkezelést. És ezek tehát nem lokális kérdések, így a két nagy párt, a konzervatívok és a munkáspárt vezetése is ennek eredményéhez szabja majd a jövőbeli irányt. Ty Enright, Euronews in London.